Egy fiatal tornászlány, aki kitűnő tanuló, egy nap a házuk közelében lévő erdőben rátalál egy különös tojásra, amit hazavisz. Azonban a tojásból nem egy fióka kel ki, hanem egy ismeretlen faj. Egy filmszínész bárhogyan is próbálkozik, nem tud előrelépni a karrierjében, egészen addig, amíg a véletlennek köszönhetően az ölébe pottyan egy lehetőség. Felkínálják neki, hogy játssza el az első francia szuperhős szerepét, Batmanét. Az örömét azonban hamarosan egy baleset árnyékolja be, melynek következtében elveszíti az emlékezetét, és zavarodottságában azt képzeli magáról, hogy valóban ő Batman, így szuperhősnek öltözve járja az éjszakát, hogy neki lásson az igazságosztásnak. Több évnyi távollét után a 20 éves Artemis visszatér apjához Athénba, akinek rossz az egészségi állapota. Miközben a szinte szótlan édesapjának a gondját viseli, rábukkan egy titokra az apja múltjából, melynek segítségével kezdi megérteni a férfit és az iránta érzett szeretetét is. A szerelem bárhol és bármikor ránk találhat. Ebben a francia filmben garantált lesz az abszolút humor és a jóízű nevetés. Egy kikötő városban élő maffia vezér szerelmi életét is végigkövethetjük, aki versírásra adja a fejét, amikor is beleszeret egy pénztáros nőbe, ám a költészet nem megy neki valami fényesen. Ebben a filmben főszerepet kapott a szerelem, mely különböző emberek életébe kopogtat be, egészen váratlan módon. ...1963-ban járunk. Az állambiztonság tisztjének az élete tökéletes, boldogan él feleségével. Az egyetlen dolog, ami az előléptetését hátráltatja, az egy versengő kolléga kulcsár személyében. Hamarosan egy nagy fordulat következik be, amikor a legendás kém felbukkan egy lezáratlan ügy kapcsán, és kezdetét veszi a könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik. És egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet. Ez a film az 1980-as években játszódik. Egy srác, aki az utcán éli mindennapjait, a valóság elől a filmek világába menekül, és gyakran kedvenc filmjei jeleneteibe képzeli magát. Egy nap azonban egy szovjet árvaházba viszik őt a rendőrök. A politikai helyzet azonban változóban van, az árvaház lakói pedig meg szeretnék védeni az otthonukat. Egy házas pár éppen arra készül, hogy megünnepeljék a 40. házassági évfordulójukat, és ennek alkalmából hatalmas ünnepséget szerveznek, azonban a feleség rájön arra, hogy a férje Stan hűt nem volt hozzá. A nő élete azonnal darabjaira hullik ettől a felfedezéstől. A régi barátnője rábeszéli őt terápiás céllal egy főző tanfolyamra, melyet egy híres szakács, Henrik vezet. A konyhában tevékenykedve nem csak a nő életkedve tér vissza újra, de talán még a szerelem is rátalál. Egy félénk, de eszes 13 éves fiút elrabolt egy szadista gyilkos, aki egy hangszigetelt pincében tartja, így a kiabálásnak nem sok haszna van. A történet ott kezd el hátborzongatóvá válni, amikor a falon egy kihúzott telefon csörögni kezd, és a fiú rájön, hogy a gyilkos előző áldozatainak a hangját hallja, akik elhatározták, hogy nem fogják hagyni, hogy ami velük megtörtént, az megtörténjen a fiúval is. Ez a film egy házasság köré épült, amiben a nő imádja az életét, ám a férje gyűlöli a sajátját, és ez miatt pokollá tette kettejük házasságát. A nő nem akarja elhagyni a férjét a kislányuk miatt, mert attól fél, hogy nagyon megviselni őt a válás, ezért némán tűri a férje kegyetlenkedését, egészen addig, amíg meg nem ismerkedik a kung fu művészetével, mert gyökeresen megváltoztatja a házasságát.
Ez a film George Michael Freedom című zenés dokumentumfilmjének a vágatlan változata. Ebben a filmben megismerkedhetünk a művész életével és a pályáját meghatározó korszakával. Így a szakmai vonatkozások mellett torokszorítóan személyes is a film. A George Michael korai halála előtt leforgatott dokumentumfilm narrátora maga az énekes, aki a film elkészületének minden mozzanatából kivette a részét. Kéknek kicsinye van, ez lehetetlen. Szia, kislány. Pont olyan vagy, mint anyukád. Ígérem, visszaszerzem a kicsinyed. Ha minden igaz, akkor ez lesz a Jurassic filmek befejező része. Ebben a filmben a dinoszauruszok világszerte az emberek között élnek és vadásznak. Ez a törékeny egyensúly átformálja a jövőt, és meghatározza, hogy az emberi lények maradnak-e a fő ragadozók a bolygón, melyen most a történelem legfélelmetesebb teremtményeivel kell osztozniuk. A főhősünk egy világjáró hanggyűjtő, aki rátalál egy régvárt szerelemre. A táncos lány meghódítása azonban nem kecsegtett túlzott reménnyel egy olyan ember számára, akibe beleköltözött a kis hitűség démona. Ekkor különös megfoghatatlan lények érkeznek, akik megpróbálják legyőzni a démont és elvezetni főhősünket a lány karjaiba. Szeretném menedzselni magát, Mr. Presley. Egy legenda élete, ahogyan még sohasem láttuk. Titokzatos menedzsere a magát csak ezredesnek szólítató Tom Parker szemén keresztül. Kettejük kapcsolata több mint 20 éven át tartott, és sokat változott ezen évek alatt. Akkor kezdődött, amikor Elvis még a pályája elején állt, és nem múlt el akkor sem, amikor az énekes addig példátlan hírnevű sztárrá emelkedett, és akkor is megmaradt, amikor megismerte élete legfontosabb nőjét, Priscillát. Közben amerikai háborúba ment, elveszítette az ártatlanságát, és megváltozott az egész világ. De a két férfi között mindig megmaradt valami furcsa kapcsolat. A világ egyik legsikeresebb animációs sorozatának a folytatását láthatjuk hamarosan a mozikban. Ebből a filmből kiderül, hogy hogyan vált valóra Gru álma, aki a világ legnagyobb szupergonosza akart lenni. Nikolász remekül érzi magát a bőrében, otthon van a papa és a mama, az iskolában pedig ott vannak a barátai. Azonban az apukáját előléptetik, ami költözéssel jár. Nikolász el sem tudja képzelni, hogy mi lesz vele a barátai nélkül, így nincs mese, fel kell kutatni az elveszett neki kincset, hát ha így megúszhatja a költözést. Ebben a tudományos, fantasztikus kalandfilmben az űrhajósunk egy intergalaktikus kalandra indul, egy csapat becsvágyó újonccal, valamint robottársával az oldalán.